Itt vagyunk ismét Majoros Zsuzsanna Varrónővel, és hölgyeim és uraim, elkészült a tütű. Íme egy élő modellen. Igen, és látszik, te is rá tudtad csomózni, nem egy nagy történet, ugye a gumi az nyúlik, úgyhogy könnyen rá lehet tenni ezeket a kis, és mindenféle színben lehet. Tehát milyen, mennyire látványos lehet, ugye, és hogy mennyire könnyű elkészíteni, szerintem most nagyon sok édesanyjának adtunk ezzel nagyon jót. Így van, hiszen tényleg itt gyakorlatilag valós időben készült, hogy tényleg pikpak kész van vele az ember, és én csak ajánlani tudom, rajtam pedig időközben egy csigaháznőt, ez is roppant jól néz ki szerintem, ha tehetném igazából ebben lennék a nap további részében, de sajnos meg kell majd válni tőle. Én lehet, hogy nem válok meg majd egy szoknyától, mert lehet, hogy egy kicsit körülményes lenne levenni, tehát akkor még egyszer, hogyha valaki esetleg nem látta, hogy is készült ez a tütű. Most itt meg is tudjuk ugye mutatni, hogy ugye ez alatt van egy ilyen gumi. Egy gumiszalag van csak alatt, ami ugye a derékra legyen jó, ennyi rá lehet mérni, össze kell ölteni, és akkor úgy kell rácsomózni. Az a lényeg, hogy a tülnek a hossza, az a szoknyának a duplája legyen, tehát amilyen hosszút szeretnék, annak a duplája, és attól függően, tehát olyan, ha 10 centi széleseket vágunk, akkor kicsit laposabb lesz, ha olyan 20 centis széles a maga ez a tülcsík, akkor egy kicsit habosabb, tehát ez olyan 15 centis, tehát ez az átlag, de lehet még ennél is habosabbat csinálni. És lehet azzal is játszani akár, hogy a hosszúságával, hogy egy picit ugye hosszabb, rakunk bele, illetve igen, ugye rövidebbeket, és lehet akkor egy egészen hosszú királynő, hercegnő tépette szoknyája is a igen kislánynak. Illetve igen, még ugye ez is egy nagyon jó ötlet volt, ami... Igen, ugye a feltekert, kicsit kitömött igen téglalapok. Hát szóval tényleg egészen elképesztő, lehet, hogy... egy ilyen, bocsánat, most ötletet adtál, felveszem ezt is, és akkor egy ilyen tütűs hátizsákos... hercegnő. Ja, hercegnő, bocsánat, igen, hátizsákos hercegnő valóban. Ez nem jutott eszembe. De te nevet fel a tütű szerintem. Nem is jönne rám, egyébként gondoltam rá, de egyébként elég egy fehér pulóra három fekete gombot tenni, és kész a hóember, vagy ide rajzolni Olaf arcot, és akkor kész a kislány Olaf, és ez pici lányokon rövidben még cukibb, mert még jobban szétáll, és akkor egyszerűen a balerina is tökéletes. Igen, nagyon fontos, ugye, amit mondtál az elején is, hogy merjünk kreatívak lenni, ugye gyermekeinkkel együtt találjuk ki, és akkor ilyen gyönyörű dolgokat. És ugye együtt a gyerekekkel csináljuk ezt az egészet, vonjuk bele őket is a kreatív munkátokba. Nagyon szépen köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én visszateszem a csigát.